You're so Grove Street. All my homies know the way, fuck the police. Kysele aineet mitä tein, pysy lowkey. Innentől ez így érted. De ők nem vízbe mondták. Типаешь из-за меня. Egy jó KFC-t is, keci. Fú, de bevernék most, keci. Azt mondjuk én is. Fú, de beverném neked. Hamartam, akkor jár tud beverni. Kit akarom be... Semmi, semmi. Meg elhízom, végigban. Ú, tényleg baszki, el kéne menni majd edzeni is, mert semmit nem tudok csinálni magammal. Mármint, hogy hamar kifulladok. Amúgy a izé, publiknál nagy gyülekező volt. Ott voltak a pirosok. A pirosak, meg a szürke ingesek. A lilák is ott voltak. Lilák is ott voltak, na, őket nem is láttam. Ott voltak. Mi a franc? Várj, mindjárt megnézem, megkérdezem tőlük. Milyen frekin vannak, hogy megyek már fenni én is? Hát 2.13 lett megadva a közös frekinek a lilákkal. Csak hallgatózni. Hello, csá! De. Mi van akkor, hogy ők nincsenek fent rajta? Igen, ez ilyen közös freki, hogy vagy vannak rajta, vagy nincsenek, de ahogy hallom, nincsenek, mert senki nem köszön. Na, megvárjuk a ferkát, aztán utána el lehet lassan... Ez 3 napja volt. Ó, csak ki kellett mondani. Hú, de jól néz ki. Hát mondjuk az a zöld, az jobban áll neki, de ez azért, ez a fekete se rossz. Lepattintsam a rendszám. Ne, nem kell, mert nem csinálunk semmi törvénytelen. Kocsikázunk, meg motorozunk. Én is azért is hoztam... Elég törvénytelen az. Ja, úgy igen. Én is azért hoztam ki a motort, mert csak átfényeztetem zöldre, aztán én is csak motorozgatok. Aha. De mit vezetek, hogy elvihet az enyémet? Ó, régen... Hány vezetek, ugye? Régen volt használva, aztán ki akartam mozni. Mikor át kéne öltözni? Nem, szerintem fölösleges. Ez tényleg, szerintem nem törvénytelen, hogyha motorozunk. Azt, hogy... Szerintem sem. Én mehetek a kabrióval. Hát ha akarsz, akkor... Szerintem pont azért kéne átöltözni, hogy gyanúsa legyen, mi vagyunk azok. Ja. Jó, kiszavaz akkor arra, hogy öltözzünk át. Most én is emelem a kezem. Ez egy lőr 4-4 jelöm. Jó, akkor öltözzetek át. Én csak majd másik leszek. Jó van, jó van. Miért kellett bezárni? Igazából mindegy. Nyugodtan. Azt vegyetek fel, ami kényelmes is akartok. Az mondjuk laza. Akkor felveszem, mondjuk felveszem ezt így. Ez kényelmes, mert... Úristen, menjél fel. Nyugodtan vagyok. Én itt pattintok egy sört addig. Igazad van, pattints el. Aha. Pattintott sört. Komoly. Baszki. El nem várt az asszonyt. Az szép. Bazd meg, nincs is semmi ruhám, bazd meg, ami... Én így jövök. Én megjövök ebbe. Ez mennyire gáz? Baszki. Nagyon. Annyira nem. Van itt egy... Olyan, hogy ez mi? Mi a faszom ez? Ez vagy mi mellettem? Az igen. Nem is szeretek ez gufista, de nem érzem jól magam ebbe az öltönybe. Na. Pedig szarul áll. De megfulladtam. Ja, jó van, látom, van rajtad valami zöld azért. Baj. Kendőd? Kendőd is zöld? Hát én így. Az is jó. Így van a jobb. Na, a király. Én mehetek zöld Mercivel, üldözöm a csúnya fekete Ferrari. Például lehet ez is egy ilyen... Egy ilyen sztori.
Csak vigyázzatok egymásra, tényleg amiket most itt tapasztalunk, basszus, össze ne törjétek magatokat. Na jó. Ez így jó. Az kemény. Amúgy teljesen jó, adom. Pontító. Á, nem várja. Mennyi ruhája, mennyi ruhája? Ezért van tele az a kurva gardrób, baszki. Ezért van tele a gardrób, mert tele van ruháiddal. Hát de fele büdösen behaigál. Hát igaz, egy kis így most semmi. 45-kor indulunk 15 perccel előtt, én elmegyek el, átfényeztetem a motort. És aztán én is elkezdek a környékén mozogni. Rágyom meg, akkor feladosan adjuk egymásnak az infót, hogy mizu. Akkor mi az autó, mi is a dolgunk pontosan? Nektek annyi a dolgotok az autókkal, hogy szembe mentek a konvojjal. Menjünk fel Palettóba addig, nem? Én fölmehetek egész nyugodtan Palettóba is, és akkor onnan majd jöttök lefelé. Igen? Ennyi. Jaj. Jó, mennyi? Ennyi. Nincs benne benzin. Hát meg adjadok, nálam most van. Mostan voltam meg tele. Na, nem üres. Amúgy ezt is jó lenne, hogyha megoldanák most már, mert ez kurva idegesítő. Hát Ne akarom vezetni, majd megtankolom. Nem lesz jó. Lesz jó. Ketten ülünk. Jó. Nem lesz jó. Ne majd nem szállok ki. Idelen nem lesz jó. Hát leteszteltek. És akkor addig Palettóba? Ja. Föl lehet menni Palettóba, és annyi a lényeg akkor, hogy szemből a konvoj felől kell majd menni. Ha mellé értek, lassítsatok le. Nézzétek meg, hogy hogy reagálnak. Én majd a helikopterre leszek kíváncsi, ha lesz. Ha nem lesz, az viszont érdekes. Cigi, te még öltözöl? Aha. Az igen. Akkor hárman maradtunk itt. Nem egy komplikált a helyzet. Mint egy mennyasszony, hallod, addig készülünk. Amúgy igen. Hárman maradtunk itt. Ja, nektek motorotok van. Nem. Én akkor viszem valakinek a motorját, Max. Reméljük, hogy nyitva hagyták. Hát ezt mondjuk pont nem. Ez nyitva. Meg ez is. Jó, akkor megvan a két nyitott motor. Na. Remélem, hogy nem hagyták itt zártan a motort. Ja. Meglátjuk. Majd ők visszajönnek. Ők már nem? Ők már mennek föl Palettóba. Hát de gyorsak. Ja, úgy igen. Figyelmezett a motorod? Melyik? Ez, ami itt van lezárva. Ez. Ja. Igen. Jó, akkor megvan ja, a három motor. Akkor hova megyünk? Konvoj mögött. Zöldbe megyünk, vagyis mi a faszom van már? Hát annyi, hogy azt mondtad, hogy valamilyen zöld legyen rajtunk. Azt én de, mondtam. Ja, te mondtad? Csak ő meg helyeselt. Mindegy. Nekem a tankon is is pénzem nincs. Vegyél ki a kasszából. Köszi. Jó napot! Jó napot! Segíthetünk? Igen, fényeztetni szeretném. Oké, csinálod? Hát de nem lehet tudni. Ja, akkor csinálod. Jövök uram. Köszi szépen. Hallgatásak már tűnt ezt a kocsit. Milyen színű lenne? Menjünk a zöldre. Jó. A alulról az utolsó előtti, azt nézzük meg. Oké. Nézem, ez az alulról a... Mert hogy ez az utolsó? Világos zöld a neve. Ez az utolsó a zöldben? Igen. Akkor ami elfölött van? Ez. Akkor igen, akkor az alsó. Ez, igen. Nagyon jó, mennyi? $450 kérni. Ha a zsebem is úgy gondolja, már is átnyújtom. Igen. Parancsolj.
Köszönöm szépen. Akkor erre nézzünk légy szíves egy gyöngyházat. Oké. Okay. Ha jól tudom, akkor lime, zöldet szeretnék. Jó. Lime, zöld. Ez így a krószín? Mondhatjuk. Video the fasz. Lime, zöld, nem is lime. Tudom, hogy mi a fasz? Lehet, hogy hasonlóan akkor... megyek, jó? Valami világos zöld lehet? Hát az a lényeg, hogy ez mi volt? Vissza? Még? Ez? Volt ez. Ez rikító zöld. Akkor ezt a rikító zöldet. Jó. $450 ugyanúgy. Parancsolj. Köszönöm szépen. És ha jól tudom, akkor a fényszóró, illetve az izzó csere az egy ezres. Igen, és a számlára megy. Jó, akkor abból egy zöldet kérnek. Akkor egy pillanat hozok le. Jó, addig visszateszem az aprót. Rendben, rendben. Ez egy lesz. Kurva jó. Felnyásoltatok kb. Itt is lennék. Szuper. Mióta van ez a szabályzat, vagy új rendszer, hogy nem lehet ATM-be pénzt feltölteni? Ez jó kérdés, én sem tudom. Előbb beraktam volna $1000, azt el kellett menni a bankba. Miért nincs kedves a lába, mégis felmászik a padra. Szerintem egy ilyen pár napja, ilyen három nap. Ügyes nyomorék. Na, akkor mit sz... Ja, izzó. Ez olyan szar volt, mint te. El is felejtettem. Nekem TK-s a motorom, amúgy. Megy az izzó elő? Ami teljesen kurva. Elvileg igen. Bízunk a szerencsébe. Ja, nem volt felkapcsolva, úgy jöttem be. Vagy transzeszit a kurva? Milyen színűt? Hát zöldet. Jó, világosat vagy. Szerintem ki van törve a lámpára, mert felkapcsoltam. Pedig megyek, aha, hát az érdekes. Az érdekes. Lehet kipattant a feszültségtől. Az még inkább. Világos zöldet tudok, az az egy zöld van itt a jónál. Akkor azt a zöldet tegyük be. Jó. Te meg akkor rá, hogy dobok egy szerelést. Hát nagyon szépen, köszi. Hát hopp, ott van. Ja, le volt állítva a motor? Ja, hát igen. Az jó. Azért mondom, mert vigyázok rá. Jó, akkor számlázok. Oké, köszi. Jó, sok pénze van, baszik, még zöld izzót bele, basz, vágod. Van összesen $100 úgy, hogy ez buzi adott 50-et. Szép, nem látták, hova ment a szerelő? Itt sétál, itt van kint. Hát itt van mögöm, mögött. Itt vagyok, csak a számlát csináltam. Számlát csinálni kell, bazzi, nem kiállítani. Azt a kurva. Hát megírja, megcsinálja. Ezekkel minden rendben? Aha. 5 perc hova indulnak. Akkor megverjük őket ott elől, és akkor követjük őket. Nem igaz. Semmi értek. Most már SEO-n rádurantottam egy Joyára. Joyára? Hát... Csak nyugodtan. De hova ősz? Én most kurváskodok. Bekurvultam. Ugye ez strip meg kéne venni. El kell mennem tankolni. Szerintem a sisakot is. Kösz. Jó, hozzám basztad. Jó, van, elmegyek ide a kútra, tankolok, mindjárt visszajövök. Hova lettetek, keci? Kint vagyunk kint. Ja. Az igen! Azt a kurva! Ez mi a fasz volt? Hát, geci. Ez tényleg gatya. Áj, nekem nem, nekem így nincs kedvem tartózkodni a városba, hogy őszinte legyek. Amúgy ezt el is viszem. Viszont, ahogy fülelek, nem nagyon hallok helikoptert. Hát, én sem. Megcsináljuk most így, ennyi kész útközben. Kilövünk mindenkit. Pakolj már ki mindenki. Nem, azért rendőröket kilőjük most útközben. És olyan nem is látok a tetőn. Arra csapi papi papi pi.
Most hallok valamit. Abból az irányból. Szerintem az csak város, vagy nem? A repülőtér. De mi a fasz csinál? Nem. Lehet. Én már vonatot is hallom. Azt én is. De még nem láttam. Ja igen. Egy perc. Hát, meglátjuk, hogy lesz egy perc múlva. Cigivel mi van? Azt mondta, hogy pillanat. Aztán jó. Így elfeküdt. Mindjárt... mindjárt visszajövök. Felnézek ide a hídra, hogy mi van. Jó. Merre vagytok? Ugyanott. Ja. Már felálltak. Mármint, hogy a konvoj. Ó. Oh. GG. Viszont nincsen helikopter. Most indulnak. Szerintem. Akkor vagy be kéne őket előzni, nem? Nekünk motorokat. Ahogy ne lenne, ha már felálltak, akkor van helikopter. Keresnek minket itt a telefonomon, azt látom. Nincsen heli. Itt vagyok a PD mellett, vagy itt voltunk. Telefonon keresnek? Majd, hogy... Aj, bocsánat. Nem ott, amott. Ja, hogy ott, aha. Ja. Zöld van-e a városban? Hát az a baj, srácok, hogy a palettói motornak is off. Már semmi megdobott és teljesen összetört a motorom. Baszki! Ez baj. Kofer. Hát megyünk velük szembe sávbartam, meg tudunk venni vele, hogy is visszafelé szembe sávba. De valaki igennel válaszolt, hogy zöld van a városban. Aha, az én voltam. Ja. Itt nem bírják meg alatt forgálom. És hogy főni? Hát, azt nem tudom, hogy... Az nem jó voltam. Elinduljunk, srácok! Annól főreket. Még egy picit vártok, mert... Lassan mennek, még mire kiérnek oda. Szerintem egy olyan egész öt környékén induljatok el lassan. Jó. Induljunk el, azt majd jön utána. Hát én is ezen gondolkozom. Hát gyerünk, azt majd. Keletin végig? Ja, majd keletin akkor elindulunk mi is, és akkor belövünk egy tempomatot. De mi nem látjuk őket. Vannak? Bőtön van. Látjuk őket. Bocsi. Utánok forduljunk? Ez két gép jár még. Van a fegyver, aztán már rohanni őket a kitába. Hát nem tudom mi... Három kocsi. Ez a főnöki autó, hogy mi a kurva anyja, van a nagy autó, meg egy ilyen terepjáró. Hát de mennyire mennek, nem adta meg az Isten, 180-ban jön. Mondtam, a főnöki autó az így nagyon hátulját maradt, minket majdnem megállítottak. Végigkövessük őket? Csak már lesz kifejei. Hát... követni nem kéne. Tisztességes távolságból követjük őket. Az úgy már igen, úgy jó. De hát mi meg nyílgázzal megyünk 180-at és sehol nincsenek. Kicsit leválok most. Szeretek ki az alagútba. Nagyon kengurúznak. 300-re tettek volt meg és senki nem látok. Utána visszafordult. Nem csinálhat semmit, mert 350 métert nem lépjük túl. Na, most mert a Mustang. A neons kocsi is mi vagyunk? Aha. Mi a helyzet? Elindultunk keletén. Gyere.
most érünk be Paletóba. Aha, de nagyon gyorsan mennek. Bocs, van nem az bajunk, hogy sárgáljuk őket? Még egyszer! Hát, hogyha úgy van, akkor meg kéne nézni, ahogy hogy reagálnak rá. Ha látok valamit. Ja, ezek mi vagyunk, baszki. Az előbb lőtt a Mustangból valaki. A toros után megy a... ez a... Igen. Engem követ, igen. Csak előre jöttem. Biztos nem fog ott maradni mögöttük. De már elvesztett engem. Hol vagytok? Akkor pont... Paletó. Paletó. Teljesen Paletó. Itt vannak fent. Most mentek el a Paletói pub mellett, mindjárt ott vannak a bangnál. Az úgy teljesen kizárt, hogy megtámadjuk őket amúgy, hogy lerohanni. Hát nem, mindjárt értem, mivel? Hát haza megyünk fegyverre, hát még idő, mire bejárnak a városba. Nem tudom. Túszok nélkül nem kockáztatnám be, mert nekünk akkor vége. Én se. A izére figyeljetek a távolságra. Hát én előbb 50 méterre voltam, de... Most itt vagyok ennél a serítség, vagy mi a faszunk, be van zárva. Most akkor mindenki össze-vissza van, vagy hogy... De itt vagyunk a Paletóban. Ja, innen Paletóból majd leválok, megyek a bankhoz föl. Na, Kocsit szerintem át fogom fogni, mert ezek meg fognak farkalni. Viszont tényleg nincsen helikopter. Nincs. Mentsem én óvatosan. Menjünk az a fegyveri. Nem hiszem, hogy tudjuk őket fegyverezni, nem? Le tudnánk. Hát, nem hiszem. De hogyha a banknál ütünk rájuk, mikor pakolják a pénzt, hirtelen nem tudom, hány motoros van? 5? 3 autó van. Tankolok egyet, itt vagyok Paletóba. Jó. Ahol a Mustangból maximum tettem vannak. Hát a Mustangnál, most mindjárt elérébb megyek, de olyan, mintha egy ember állna csak a Mustang mellett. Terepjáról le fixen egy ember áll. Bocs. Oh. Néztem. Hát van ami? A hotelnél egy ember állt a terepjáról mellett, nem tudom, hol lett a másik. Menjünk előrébb. A... mi a fenéhez? A... következő bankhoz. Vannak amúgy. És akkor ki hol van? Mert egyedül vagyok jelenleg. Most már nyugati jövünk. Itt vagyunk a felvonósnál. A hegyre felvonó megy fel. Ja, told végig. Mi még itt vagyunk a Paletó Bay banknál. Most jövünk el. Meg vajon. Hoppá. Nem kész. Miért nem rájunk tűz majd? Nem foglalkozunk vele. 350 méteren bőven kívül voltunk. Pontosan? Az más kérdés, hogy a Mustang lassított ránk, és úgy már nem. Tudjátok mit? Itt van balra a benzinkút, szerintem meg fognak állni tankolni. Menjünk be, úgy, hogy rálássunk a benzinkútra, hogy hányan vannak jelenleg. A benzinkút fölött megy egy út, az útról rá lehet látni, de csak egy kicsit sétálj kell majd a fűre. Jó. Ezt játsszuk be, nézzük meg, hogy hányan vannak. Akkor megyek előre, mutatom merre. A mitusok nem jönnek, vagy még nem jöttek előttek? Nem szóltak.
Megpróbálok rámászni ennek a háznak a tetejére. És nem sok mindent látni, basszus. Hát innen nem. Ez kúrva messze van, azt tudom, hogy közelebb van egy út. Meg egy telefonnal talán, de... De pont akarja a hegy... hegygerinc a kutat. Ja. A hegygerinc pont akarja a kutat. De a bejárat látszik. Hát az látszik, de arra vagyunk kíváncsiak, hányan vannak a kocsikba. Tudjuk, hogy három kocsi van, az arra nem volt. Mi hányan kíváncsi. Vagyunk a kocsikba? Hát, hogy ők hányan lehetnek. Hát azt mondtad, hogy mi? Szóval vettem egy távcsövet, nem használ senki. Te telefonon egy, kettő, meg itt vagyunk a benzinkút oldalán lévő dombbal, és itt teljesen rálátunk. Jó, de két meg a pixelből szedjél bárki valamit. Hát, pont. Mit látsz? Még egyelőre sehol senki. Biztos, hogy meg kellett tankolni amúgy? Hát szerintem azért az a nagy pénzszállító dög, az fogja, az zabálja az üzemanyagot. Rá, de... Hát lehet a páncél, bazd meg, eszik szerintem, mint a kutya. Hát ráadásul, hogy nyomták neki, baszki. Szólunk majd, hogyha jöttek innen az alapokat. Az a baj, hogy én is. Ha nem tankolnak, akkor is szólunk. Lenest, baszki! Há, nem. Profi vagyok. Ugyanazt mondta Cigi is, a parkoló azt a tején. Igen? Hát, rossz, félrelépett. Hopp, ott egy motoros. Hol? Cross motorral? Mi megyünk az alagútra szembe? Nem hiszem, elég valószínűtlen. Oké, okay, mely cross motor most megy be az alagútba? Két személye. Nem lehet, hogy... Az is ez ezekhez tartozik. Rendőrökhez. Amikor elindultak a rendőrségről, nem volt cross motoros kíséret. Ó, akkor nem hinném. Hát, itt eldugtam, aztán fölmegyek a hegyre. Oké, oké. Nézem telefonnal, hát ha látok valamit, hogyha jönnek. Gyere fel! Aha. Fasza! Jó lesz. Mit látta? Mi a baj? Ááá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 
autó. Jön a vezérautó. Beáll, beáll a benzinkúthoz. Ja nem, megnézte csak. Most jönnek a többiek is, de beáll a benzinkúthoz, úgyhogy tankolni fognak. Elég gyatran derít fel, ahogy. Hát ezek tényleg nagyon nyomják. Jó, mi tovább is itt vagyunk, minden teljesen látjuk a benzinkutunk, hogy hány személy jön. Ja. Nem állnak meg, baszki, tovább mennek. Akkor haladjunk, baszki. Akkor nem tudom, akkor nem tudom melyik úton állnak meg tankolni. Vagy lehet, hogy Balatonba tankoltak. Vagy már ez egyelőre meg volt, hogy nem tudom. Elugrom tankolni, és utána már megyek a... bankhoz. Most vannak el itt a ruhás volt, de tovább szemben lesz. Ferrari, vigyázzon, mert nem lesz. Elég jó helyről látom őket. Elkapult. Elindultunk innen a bank, a vizét a benzinkúttól. Mustangot nem láttam. Valóban már. Legelő. Legelőle. Igen. Aha, azt a lépcsős témát, azt engedjük el szerintem. Én négy embert látok eddig, kettő kiszállt a Mustangból, egy a pénzszállítóból, meg egy a másikból. Valakire van valami vitamin geci? Viszont lát itt a hegyről, hogy nem jönnek a rendőrök, mert én meg itt ülök fölöttük. Nem. Nem mehetnek. Na,
Valakinek van valamilyen vitamin fasságja? Nincs. Nálam van még majd adok, hogyha kell, csak most nem éppen aktuális. Hát eddig fixen vannak négyen. Ti úgy láttatok valamit? Vagy láttok valamit? Most foglaljuk el a pozíciónkat. Pénzszállítóban egyet láttam, mert akarja a bank, de abból fixen kiszállt. Egy Mustangból fixen van kettő, meg a szerepjáróból is egy átalak. Azt meg többit nem látom, mert ott egy fa. Na, Mustangnál ketten állok. Jelenleg egy ember kiránk tartja a sokkolót, vagy a fegyvert, vagy a fa, tudja mit. Abba is ketten vannak. Nem értem különben. Egyre mondd neki. Egy ilyen kukás melényes most rohangál. Itt lépcsőről jött le. Itt lehet már úgy szólnak. Várjál. Nem menjetek, mert most oda tartanak. Mit láttál? Heten vannak. Hát ezt nem mondom el. Az jó, mert én még semmit, csak azt, hogy az autó felugrott magától a levegőbe. Ránk tartanak végig. Akkor jó, heten vannak. Szeretőrönnál vannak hárman, most innen látok mindet. Egy-két joint, egy-két pisztoly, visszajövő, pipu, kész. Úgy nyomjuk. Én most nem bírok innen lemenni, a kocsim ott van a banknál eldugva. Az a baj, lehetne így is csinálni, de nem akarok olyan lenni, mint a többi banda, hogy lövöldözéssel oldunk meg mindent. És kizből kérdezik. Dolnak. A kurva életbe. Most mit csináljuk? Szerintem maradjunk annál, hogy figyeljük megállok őket. Megállok itt, ott bánál amúgy. Vagy ki ez van, meg nem tudom mi ez. Ez a munkás, ez beszopta. Akkor most jönnek a nemzeti fele? Az jó. Pont a nemzeti előtt megyek el. Minket majdnem megláttak megint. Engem is. Tek már velünk szembe, mert pont akkor fordultunk le jobbra. Ezt a bankhoz figyel, hogy elmentél már? Itt vagyok, megyek mögöttük. Ha jó, van csak onnan a vitamin. Az be benzin, meg üres. Kurva isteni. Én itt vagyok, igen? A nemzetitől tovább jöttem, egyenesen itt állok. Maradjunk mögöttük. Mögöttük, mert az majd... Azt benyomjad neki, mert itt vannak mögöttünk. Ferrari, nyomjad. Ja. Akkor nyomjátok. Nyomom! Keresztbeállt a Mustang, mi a fasz? Aha. Óvatosan, hogy rátok tudjanak, vagy eltaláljanak. Lerázzuk őket már. Engem eltalálnak, az kurva nagy baj lenne. Hát, én állam is. Itt vannak az önkormányzatnál. Önkormányzat? Jelenleg. Az jó. Most mennek felfele valamelyik tekilás bolt fele, vagyis ez a mi a faszom. A japán étterem meg ilyenek. De cigi meló. Aha, akkor mindjárt ki kell, hogy szúrjam őket, mert itt állok a nemzetitől nem messze. Most tartanak arra, most vannak itt a melósnál. Vannak előttem crossmotor a sok ketten. Egy előttem is elhúzok. Basszáznak meg őket. Mi most hagyjuk el az ékszerboltot lassan. Aha, már hallom őket. Már ott vannak mindjárt előtted. Aha, a vezetőségi az most ért ide. Jaja. Amúgy egyszer mekkora? Ránk fordult. Várja. Nem megállt ott. Csak biztosítom. Jövő éken amúgy behathatnánk azt is, hogy bevárjuk őket a nemzetőbe, és ott vagyunk bent. Úgy zsípen mennek szétnézni. Nem szabad. És azt a rendőrben befogni tudnak. Most álltak meg. Egyetlen egy oldalt zártak le. Ahol én vagyok, itt nem is zártak le. Simán betámadhatnánk őket.
taxi felé vezető útszakasz zárták le. Hát konkrétan. Én most itt ahol vagyok, itt az állami felett simán be tudnék menni. Biztos, hogy ne támadjuk be őket. Hát baszki, de én nem most hova mennek? Cső. A kórházhoz, nem? Vagy a hármashoz? Itt van nálam egy cross motoros. Csá, mi a helyzet? Akkor most kéne mennünk fegyveré azonnal. Semmit, nem szeretnénk, csak erre jöttem. Ja, vágási. Tőnek jöttek. Én nyertek, ezért nem szeretnék rá menni. Gondolta az erőt. Hát nem vagytok közel. Hát ki tudja. Az autón közelében. Cső. Hát csak figyelmeztető volt. Hát engem ne figyelmeztesgessenek. Mi lesz a következő? Ez már talált. Eltaláltak. Mi? Hát az egyik autót azt eltalálták, ahogy hallottam. Erre nem írhatunk sem, vagy nem izélhetünk semmit? Egyelőre még nem. Bár... Hogy ezt már másodjára írják úgy, hogy egy... nem vagyunk bent a izébe, körzetbe. Ja, én egy önt azért írnak, hogy hello, hello, azért a 350 méteren bővenként vagyunk. Mondjuk ennyi még belefér, de ne legyen benne csúnya szó. Folyamatosan lőnek ide felénk. Akkor gyertek el onnan. Akkor le kell kifézni, de 238 méterre vagyunk a banktól. Ja, legyetek kívül. Most hagyjuk ezt a betámadós témát? Hát, ha többen szeretnétek rátámadni, akkor menjen. Akkor mindenki is a haza. Jó, gyerünk. Akkor haza fegyverekért. Hol menjünk? Mi lenne, hogyha elhoznám a BMW-met, és akkor, hogyha útközben találnék egy embert, akkor mondjuk a BMW-be beraknám, akkor ne lőjenek ránk egyből, és akkor mert úszunk van, ugye? Mit szóltok? Próbált megér. Jó. Ez a motorom. Az baj. Mondtam, alattam, hogy alattam van. A Lotus-szal. Ja, basszus, te alattad van, nem vártam. Benjamin, nem jössz velem? Hát a Lotus-om gyorsabb. Jó, de ez négy személy, és be tudnánk rakni két túszt. Úgy van. Tehát. Én kimelé jöhetek. Jó, akkor van mindenkinél fegyver. Hát te nem mész most arra. Muszáj voltam betölteni, amúgy. Jó, nem baj. Hát miért van kapuszti a fejeden, geci? Passz. Ez érdekesen nézel ki abban a ruhában. Egy heavy, az hol van? Én is erest vettem. Én is. Annak az mi egy heavy-nek vissza kell kerülni, az nem mehet ki. Akkor vissza. Mindenképpen. De kettő volt bent, nem? Kettő is van, mert az egy ajándék, az nem mehet ki innen. Az egyiket azt én kaptam, a másik Miami-é. Hát ez nem két személyes? A motor? De, csak kurva lassú. No, baszki. És nekem meg már nem is... Én most, hogy egyetlen egyesenes sincs a házba, szóval vigyázzunk rájuk. Az nem baj, megoldjuk. Nem jössz inkább velem, mint azzal a motorral? Kellene az a... Én? Jövök. Árcsi akart velem. Már itt van velem más. Ja, a motorok legyenek meg. Na, srácok, hát csak rá próbálunk. Még egyszer, akkor hova megyünk? A Nemzeti úton az Ötös Bankhoz mennek, és onnan mennek a mentősökhöz. Az Ötös az idé... 20-as előtti? Megy túlszunk? Mindegy, a lényeg az, hogy a mentőállomásra megyünk. Van már egy túlszunk? Van. Itt lenne még kettő. Szürke, krasz motorosok. Egyes bank.
Indulunk. Cső, figyelj már, kéne a segítségetek. Hát, készülünk valamire, aztán közönség nélkül az nem megy. Asszom ki. Vissza nyugodtan azt a pénzt, jó? Szállj már ki. De? Szeretnék, de rakjál a pénzt. Mondom, tedd vissza nyugodtan a pénzt. Kösz, kösz. Telefonodból az akkumulátort, rádiódba az akkumulátort dobd le. Kiveszem mindent az oldaladról, jó? Ha megvagy, akkor egyből patt be a kocsiba. Várjál. Ó, Istenem, telefon fog rád, és kiveszem az oldaladról. Király vagy, köszi szépen. Pattanj be a BMW-be hátra. Milyen drága autóba sültem még? És hova menjünk, hogy... Kórház. Most akkor... Kórházásról érte? Nem tudom, hova mennek. Ötös bankot láttam. Van még egy hely, elhozzuk azt a kék autót? Nem, elég ennyi. Oksa. Itt a vörös hajóra mi lesz? Mert van még hely. Van, visszamegyek érte. Oké, okay, gyere. Kötözzétek meg, hogy valami, nekem ne ugráljon. Nem fog. Elméletileg megvan. Jó. És akkor majd ráteszek egy kötelet. Napot. Ma fel egyet élmény taxizni. Még jók vagyunk, ma az ötösnél tartanak. Majd jön ide hátra, jó? Üljön be. Elnézést nem tudom. De az ötös, az paletóban van. Hatos. Elírták. Ó, az önkormányzaton. Az baj. Igen. Tudom magát szerintem. Na. Az is geszi, hogy baj, hogy megtankoltam a motoromat, az ennyit ért. Úgyhogy tankolok. Oké. Okay. Nem tudom, hogy alsó vagy felső. Alsó? Menjünk alsó. Menjünk alsó. Lövöldöznek nem messze, ti lövöldöztök, hogy kirátok lőnek? Nem, mi most indulunk. Jó. Fönt vagytok a fönti részen? Fönt, igen, itt mentős. Itt volt a két mentősbe is mentek. Itt van egy előadlen rendőrautó is egyébként. És eltorlottuk az utukat, hogy hogy csináljuk? Csak két kocsink van. Jaja. Három kocsink van. Ja, tényleg. Utcokat kiszállítsuk, hogy hol rakjuk őket. Igen, igen, szedjük ki őket és térdeltessük le. De egy mindenképpen maradjon. Jó. Jó. Menet irányjal álljon be a publik irányába. Jó, a Mercedes maradjon az 1-20. A többieket... Aha. Többieket térdeltessük le a járdára. Az a baj, nálam nincsen fegyver. Nem baj, hát azt nem tudom kell tudni. Geci, hogy bajok vannak. Micsoda? Megint olyan rémek vannak. Ja. Nálam is minden jó. Amit nem látsz. Ide térdeljenek le. Mire kell gondolni? Megad. Rendben. Nem sok szóval használva a parancsot. Nem. Ide a másik mellé. Figyeljetek. Motorokkal ne ide álljatok, hanem álljatok be az autók mellé. Ugyanis tudom, rendben. Ha nem lesz baj. Várjál, mert semmit nem hallok. De hallod? Csak kettő volt? Három, van egy a Mercibe is. Őt majd a publiknál tesszük ki. Ne, szerintem még jó, se közöbben. Nem, mert itt vannak. Akinél van fegyver, az szálljon le a motorról, vagy nem tudom. Én elnézek a bankhoz, mert nem hallom már a szirénákat. Hát mi halljuk. Mi hallom. Mert ez csak ilyen városi hangok. Nem, ez nem az. Jó van akkor. Nem kéne közölni velük, hogy mire számoljanak itt? Lehet, hogy mi fognak aztán ide jönni. Még a 20-asnál. Ott vannak a 20-asnál? Igen.
valaki kiírja, hogy rendőrök ésszel túszunk van. És csak azután tett közzé, ha látjuk, hogy szembe jönnek. A Mercibe lévő túszal mi legyen nálunk közülebb egy picit a járdához, hogy ki a Mercibe nem, a Mercibe lévő túszt a publiknál tesszük ki. Meg azért írja. Úgy írjuk, hogy három túsz, nem? Igen. És tényleg? A ebbe ágytoronynál. Lehet, hogy szóltak a mentősök. De két túszunk van, úgyhogy kénytelenek lesznek ide jönni. De a pénzzel nem, mert azt lerakják a PD-n. Akkor mehet egyébként a kiírás, nem? De... rendőrség felé vesz az irány biztonsági okokból. Bazd meg! Durrancsunk egy jó ékszert. Akkor menjünk ékszerre. Akkor menjünk ékszerre. Meg őket, nem érjük utolra őket? Nem, nem, figyelj, a túszt vidd fel ékszerhez, viszont az ékszerhez négy ember mehet. Jaj. Én már egy... megyek. Mert négy, kettem megyünk. Én összetudom négy az embereket vagyunk. Majd. Mindenki menjen föl ékszerhez, és majd ott eldöntjük. Tehát meg kellene túszok akkor. El is kezdjük a rablát. Három túsz nem elég ékszerhez? Négy kell minimum. Négy. Akkor vadásszunk le még egy ember. Ezt jó benyomták. Figyelj már, ilyen van, hogy a mentős átszol a rendőrre? Beszarítható. Persze. Jó. Biztonságokból megtehetik. Ezek szerint a mentősek infóztak. Jó, nincs gáz. Most már akkor ezt is tudjuk. Akkor viszont nem maradhat itt zöld, viszont motorokat itt hagyjuk. Na csak a három motor. És kinyitom az úrnak az ajtót. Nyitom az úrnak az ajtót. Csámenjünk a BMW-vel, majd szedni még egy túlkísérlet. Jó, egyért még menjetek el. Aki tud egy kannát hozz, az megy benzinkannát. Van nálam. Segítek, kövess a... megtankolod ezt a motoron. Melyik jobb szélső. Jobb szélső. Vagy... BMW-vel elmegyünk még két túlsért. Látod, nem tudom átadni elő. Nem, Közéltem foglaljanak helyet. Akkor én meg majd menjek a lovas publikus szokásosan. Így van. Köszönöm szépen. Másikorat is megkérdezem étvétel. Elmegyek a Márcival. Mindenképpen menj el. Igen, de most hogy tankoljunk így. Cigé az. Félnél tovább van, három negyedik. Azzal le tudod rázni. Ez meg... hát az enyém az félnél kevesebb már. Kipat elvigyük akkor. Micsoda? Kocsikat elvigyük? Persze, egy autó sem maradhat itt, csak a négy motor. Az ékszer előtt egy autó sem maradhat, csak a négy motor majd. És az a négy vezesse a motort, aki bent van, fegyverrel. Mert hagyj üljek rá. Jó, nyugodtan. Pakolom majd. A motel területéről nem hozhatunk embereket, igaz? Nézd meg. És bent a motelról is. Ugyanaz. Hát, az már neccesebb. Bentről nem, de a parkolóból bárhonnan. Jó, akkor ti maradtok itt négyen? Ja, én nem. Parkoló. Megvannak, a izé... leszek én a tárgyaló. Én itt hagyom motorom. Ja, hogy te nem maradsz? Én elvileg nem. Hát jó, mert akkor a BMW-be ülnek még ketten, akkor onnan marad még itt egy ember. Igen. Mi akkor elviszik a Lotus-t. És akkor úgy meg... motor, várjál, hozzá meg... várjál, bezártam. Ez az enyém, a bal szélső valakinek. Enyém, de csak három. Szélső. A negyedik. Mindjárt. Valaki ad pénzt, elmenni. Hol a negyedik motor? $3 van. Hát, én mondtam, hogy mi van a motorommal. Szünk vissza egy túszt az ékszerhez. Az elég. Akkor én meg tárgyalok majd a rendőrrel. Okay. Mi kell neked pénz? Aha, tankolni kéne, mert az enyém az felénél kevesebb már. Mert neked a motorod az jó? Vagy szépen, köszi. Hát ez az, hogy bent van a garázsba. Hát akkor gyorsan gyere, Lotus, elhozzuk a motorod. Valaki addig bemegy oda. Jó, megyek. Valaki bemegy addig a túszokra nézni. Aha, nem van bent a garázsba. Annyi, hogy elvettük a Lotusomat, és akkor én meg elmennék azzal a motorral, nem baj. Úgy. Valaki hozzon már magával még KP-t, hogy adjunk a túszoknak majd. Legyen szíves, szálljon ki az úr. Csak akkor már több, még ott volt a motelben. Nem baj, elég lesz ennyi.
Jó van. Nem kell több. Zúzzak? Várjál, most ketten elmentek. Mindjárt ők visszajönnek, és akkor megnézzük, hogy ki marad itt. Mennyi pénzt hozzak? 900-at. Igen, igen. Mennyi? Jó, megvan mindegy. $900. Én viszont nem maradok itt, mert nálam nincsen semmi, én megyek kívülről. Mindjárt visszajönnek a többiek, és akkor úgy meglesztek négyem. Oké. Okay. Csórikám az ne átcsorogjon, hanem üljön le inkább. Mondtam neki. Igen, vannak. Idélek, nyugodtan. Mindjárt itt van a másik. Jó, de ne elkezdeni. Mindjárt mehet. Kb. Mennyi idő, míg ideértek? 2 percet kérek. Oksa. Elindulok vissza. Addig gyorsan elmegyek egyet tankolni, mert... Hát várjuk meg, amíg ide érnek. Megyünk együtt. Ma itt van az egyik. Egy motor itt van. Na, egy motor beért. Ja, én voltam, aki tankol. Nekem nagyon érdekes volt, különben akartak izé odajönni. Akkor az ékszerben megvagytok négyen most? Ezek megvannak. Igen, csak nincsen motor, várja. Ja. Most jön mindjárt. Perc, ahogy most lehet, hogy azt kéne csinálni amúgy, hogy mivel mindenkinél van fegyver, betölni a kocsiból, de kockáztas, hogyha nem muszáj. És akkor nálam lesz megint. Csak. Akkor add át. Adj át nekem egyet. Dobd át. Gyere, adok egyet. Megdoblok egy fegyverre. Oksa. Tessék. Betettem. Akkor mi mehetünk? Jó, akkor megvagytok 4-4 motorral az ékszerbe? Meg! Na húzás! Megvan, rád is öldöztem. Oksa, elindultunk haza. Mi is akkor haza? Ja, húzunk haza. Először tankolunk egyet. Pakoljuk le a fegyvereket, aztán úgy legyünk. Szerintem sejtetik, hogy izé, mit csináljuk. Lehet, hogy sejték, de hát az nem ér sok mindent. Mennek. Úgy halljuk, most indulnak. Pont itt jönnek előttünk majd. Tudtam. Jó. De. Ja nem, ez egy szerelő. Itt fognak jönni? Nem tudom. Megtankoljuk, aztán vissza a vas publik, vagy hogy lejön? Hát lepakoljuk a fegyvert, és akkor megyünk vissza, ja. Ja, jó. Megem mennek már. Érkezett egy motor. Jött egy Sánchez ide valahova az ékszer környékére. Igen, ezt az előbb láttam, de... Jó, de milyen az? Nem rendőrség? Nem rendőrségi volt. És akkor hova menjünk? Most menjünk, vagy ékszer? Ékszer környékére. Jó. Én úgy hallom, de lehet, hogy zsibbad a fülem. Én senkit nem látok. Igazából így, mint külsősök, nyugodtan lehettek a környéken, amíg el nem küld a rendőr. Ja. Na jelenleg én is külsős vagyok, mert az ékszer bolt előtt állok, és verem a kukacom. Én is, sőt, már majdnem mindenki kínál az égzelőt. Ja, szétnézek, rendőrség területén vannak autók. Jó, ez a Duda, ezt tetszett, de úgy, ez a kürt, az atta. Na, hogy majd jól mondom, hát ez mi? Az előbb elindult a geci, hát láttam. Szerintem rájöttek, hogy... Hát? Adjuk is. Amit egy így voltak vele. Hát, lehet. Egy 2 roblásunk volt ideig, ahol nem voltak rendőrök. Minden fasza? Inkább hagyjuk, bazznek. Vannak kisebb-nagyobb gondok, és próbálunk túltenni ezen. Mi történt? Rápróbáltunk a izére. Aha. Szállításra. Hello. Cső. És hát mi volt? Kerültek minket, de olyan szinten, hogy a mentősök adtak nekik infót, mert ott voltunk a kórháznál. És egy direkt... is kaptak? Dehogy is. Megkerültek minket a konvoja. Akkor nem is kell elmenni a lovas publikig. Megkerült a konvoj, elment a izé mellett. Haza. Mindjárt indulok, itt vannak a kékek, dumálok velük. Kefélyben is lett semmi.
Hát nem, mert kihagyták a kórházat, és egyből lelütték a lóvét a PD-be. Aha. Úgyhogy már... Ez tőleg kurva szar. Sajnálom. Hát, mert rámedünk egy ékszerre. Na, hajrá. Hát ja. Kívülről kell segítség? Szerintem megleszünk már most, ahogy hallom, pont leszarnak minket a rendőrök. Mi is úgy toltunk most egy boltot, ki se jöttek. Az komoly mondjuk. Kettőt úszt fejbe is kellett lőni. Az már van. Nem akartuk. Túsz drámázni akartunk, tudod, hogy van. Most már jót. Vagy pénz. Választ nem kaptunk. Vagy halál. Most látom a helikoptert, megy utána, de vigyázzatok. What? Várja, basszus van. A civileknek az élete nem számít a rendőröknek, amit történik itt. Pénz fontos. Ja, mi is amúgy erre asszociáltunk, mert szereztünk úgy, négy túszt. Egy német tigris. Le akartuk, vagy letérdeltettük őket oda a kórház elé, egy és akkor akartuk várni a konvojt, hogy akkor okosan. De megkerültek minket fullba. Mm. Lehet, hogy voltak ilyen külső emberek, vagy nem is. Mentősök. Mentősök? Mentősök szóltak. De ők ilyenkor infózhatnak? Hát persze, ugye ugyanolyan önkormányzati. Jó, igaz, igaz. Tehát úgy szólhatnak nekik, úgyhogy ebben nem volt semmi. De nem is tudtatok arról, hogy ott vannak? Nem sejtettük azt, hogy ők látnak 50, minket, mert mi nem láttuk őket. Lehet, hogy csak kinéztek. Egyből hazamegyünk. Aha. Mindenki szállja fel a motorra. Ott is szép konvoj volt ott a bank előtt, ott a kockával. Az megvan, hogy itthon a rendőrség a... Ott voltunk mi, azok voltunk mi. A kórház előtt is. Ja, én valamire most kórházra szociáltam. Hát a kockaparkon mentünk fel a kórházhoz. Én itt jöttem előtt. Ja. Várjál, mert most már végeztek. De... Valamint nem tartunk fel, mert nekünk is amúgy ezer egy dolgunk van még. Jó van, csapassátok aztán óvatosan. Ti is vigyázzatok magatokra. Okse, ti is vigyázzatok aztán. Van valami, ott vagyunk a szomszédban, azt csak ugorjátok. Nektek ugyanez. Ha van valami, akkor szóljatok. Mondom nekik, hogy nyugodtan. Kösz, kösz. Csöcsö. Lehet, hogy még kell a segítségből. Akkor nem megyünk rá már a rendőrökre, mert most a pénzt vitték a kórházhoz szerintem. Ami senkiért nincs fegyver szinten. Nem, most az ékszer legyen elég. Jó. Ja. A Riotnál a fenti. Mennem csak a Riot a összes mindenség, amivel jöttek. Jó, megyünk. Ha jól látom, ki se írták. Amúgy igen. Ja. Jaj, szopják le a faszom. Van így is ezért. Hát akkor együtt el is mehetünk, bazd meg ezért. Beadni az ékszer. Kis gyíkok. Kórháztól. Kórháztól, ja. Vagy nem? Mennek el. Hát nem tudom, hogy bekockáztassuk-e. Hagyjuk le a szarba, úgyse lesz ott senki amúgy. Na vagyok átöltött. Ha meg lesz, akkor meg lesz ott úgy se. Itt megyek el a szerelőtelep előtt. Mennyivel lehet leadni? 20-asával? Jó. Akkor pont annyit vigyel, mert ha lehet leadod mindet, akkor nem lesz nála semmi illegális, csak pénz, azért meg nem szólni. De lesz, biztos. Ragd azt is. Ja, most már nem kell, hogy legyen fegyver, és akkor nyugodtan. Ez egy jó ötlet. Nekem most haza kell, ha menjek. De azt hiszem, a motorom az meg rohad meg, mert belém jöttek, ami amúgy meg se történt. Igazából így, hogy megvan a cucc, vidd haza nyugodtan, pakolj le öltözz át, és akkor úgy jöjjünk vissza leadni. Most már nincsen semmire kapkodás, meg rohanás. Ezek után, amit most leművölt a rendőrség, ezek után egyből rájuk fogunk, mert nem fogunk itt szarakodni, hát ez így mi? Így van, hát ezért is volt jó, hogy most megfigyeltük, hogy reagálnak, amint lesz még egy ilyen, előre meg lesz a csapat. Az egyik banknál úgy, ahogy van, lerohanjuk őket a francba. Hát ja. Igen, pinálkoztam. Megyek alulra. Hát én nem akarok fölül lenni.
Most sikerült bezárni a motoromat, mikor már valamennek a fasznak a dolg. Akkor maradjál te lent, akkor én maradok fönt. Nem értetted a poént? De értettem. Semmi nem neked mondtam. Tényleg, a Mitsusok azóta nem is írtak? Semmit. Fasza. Hát remélem holnap észhez térnek. Hát... ja. De holnap mosatni kell. Meg kell őket pofozni. Ja, mert most akkor majd mi is joggal akadjunk ki, hogy kerestük és nem találtuk őket, pedig kellett volna. Így van. Ugyanazt visszerim, amit írt. Amúgy egy per egy írd az. Egy per egy ugyanazt, amit ő írt neked. Egy per egy írd ugyanazt neki. Ó, csak itt az a baj, hogy ő ma már írt nekem. Fuck. Ja, úgyhogy... ha holnap se ír, akkor holnap visszajön ilyenkor. Jó van, holnap akkor ezt meglátjuk. 7002, hát ez lófasz. Hát ez még ingyen meg is ért, azt mondom. Ja. Akkor elindultam haza. Mi is? Na jó van, viszont akkor az ékszer sikerült, így vagy úgy. Hát ennyi. De baszki, hogy most meg visszamentek. Beraktam a kis szekrénybe a pénzt, a kis páncélozott izébe, úgyhogy nem van. Jó van, akkor holnap elintézzük a mosásra, aztán osztunk egy lóvét, hogy mindenkinek legyen. Ja, hát figyelj már, most már azért, ja. Ja, ki jár. Húha. De hogyha ennyire nincsen, akkor már most vegyél ki magadnak valamennyit, ha ne legyél már pénz nélkül. 50 dollárom van, Swiss a bankszámlámon, az elég a semmire. Hát akkor vegyél ki egy ezrest. De, hát jó, ez kihúzom belőle, tankolok, max nem tankolok. Mármint, hogy megtankolom, max nem tankolódik, mert kifolyik, mert szar. Ja. Most én is így jártam a Harley-val. Hiya. Ja. Na jó van, jó éjszakát akkor. Jó éjszakát. Csöcső. Csöcső. Azt a kurva. Na, jó kemény vagy. Jó ét. Azt mondja, jó kemény vagy. Fú, srácok. Rendesen elfáradtam. Az mi a faszom? Ez mi a geci? Ez mi? Ez mi a faszom a publiknál, ember? Na. Ez mi? Mi történt? Ért egy apacs helikopter. Azt a kurva. És valaki bejött benne és azt mondta, hogy gyorsan mehetünk. Ja. Ez normális? Na, srácok, ennyi volt ez a rész. Hát, alakulnak itt a dolgok, alakulnak elég keményen. Meglátjuk, hogy merre és hogyan fogunk tovább haladni. Köszi szépen a figyelmet, pacsi és csőcső.